Újabb 48 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Ezzel 2775-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A reggeli adatok szerint elhunyt újabb 12 idős krónikus beteg, így már 312-en vesztették életüket. Ugyanakkor 581-en gyógyultan távoztak a kórházból. Csak nem 1000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk. Olyan ez, mint a nagy regényekben, amikre mindenki emlékszik. Mint tele volt sötétséggel és veszéllyel. És néha még a végüket sem akartuk tudni, mert boldogan semmiképpen sem végződhettek. Hogy lehetne a világ újra olyan, mint volt, ha ennyi szörnyűség történt közben? De végül is ez csak egy múló dolog. Ez a sötétség. E történetek szereplői gyakran visszafordulhattak volna. Feladhatták volna. Választhatták volna a könnyebb utat. De nem tették. Tovább mentek. Pedig néha a pokolba kívánták az egészet. Nem adták fel akkor sem, amikor már reményük sem volt a sikerre. Ha el is buktak, újból és újból feltápászkodtak a földről, mert volt kibe kapaszkodniuk, és volt miben hinniük. És amikor egyszer vége lesz a viharnak, nem fogsz emlékezni, hogy csináltad végig, hogy élted túl. Még abban sem lehetsz egészen biztos, hogy tényleg véget ért. De egy dolog biztos. Amikor kijössz a viharból, nem az az ember leszel, aki besétált abba.